2017-ben indult el az a fejlesztés, amelynek első lépéseként szálláshelyeket alakítottak ki az edzésközpontban. A második ütem befejezése a világjárvány miatt csúszott, és a terembővítés költsége is jelentősen megemelkedett. A mintegy 60 millió forint nagyobbik részét az EMMI által sportinfrastruktúra fejlesztésre fordított forrásból a Magyar Asztali Tenisz Szövetség biztosította. Mivel Nyírbátorban rendszeresen készülnek a hazai felnőtt és korosztályos válogatottak, a szövetség elnöke szerint fontos, hogy folyamatosan javuljanak a körülmények. Újabb lépéssel közeledünk a közös célunk felé a nyírbátori Asztali Tenisz Klubbal. Ez a közös cél pedig az, hogy a korábbi munkának az eredményét felhasználjuk, és azon a bázison még tovább folyjon az a fantasztikus utánpótlás nevelés, amit Nyírbátorban zajlik, és ezt úgy tudja megtenni az itteni szakemberek, úgy tudják megszervezni, hogy nemzetközi szintű infrastruktúrális feltételeket tudnak biztosítani. A beruházáshoz szükséges önrészt a nyírbátori önkormányzat biztosította. Ráadásként az avatóünnepségen Máté Antal polgármester 2,5 millió forintos támogatásról szóló okiratot adott át az egyesület vezetőinek az elmúlt években elért eredmények elismeréseként. Ha valami visszatérő ebben a városban, akkor az, hogy az asztali tenisz feltételei, az edzés feltételei folyamatosan javulnak és bővülnek. Mindig egyeztetünk a vezetéssel, az egyesülettel, hogy milyen irányba kellene tovább menni. Most alapvetően két olyan terület volt, amire fókuszálni szerettünk volna. Az egyik maga az edzőteremnek a méretének a növelése, a másik pedig a szálláskapacitásnak a bővítése. Mint Csekő Sándor elmondta, egyrészt az egyesületben pingpongozó gyerekek létszáma, másrészt pedig a versenyrendezés tette szükségessé a bővítést. Edzésre 3 asztalt fel tudunk állítani, ahol jellemzően sok labdás tréningek folynak, versenykörülmények között pedig plusz 1 asztalt, és ez azért volt fontos, mert a top 24-es versenyek 6 asztalon történnek, ennyi a hivatalos kérása, és nekünk nagyon fontos, hogy itt meg tudjuk rendezni ezt, mert ez a terem erre a top 24-es versenysorozatra kiválóan alkalmas. Az avatóra hazérkezett Majoros Bence is, aki a héten Nyírbátorban a megszokott környezetben készül a tokiói olimpiára. Ez nagyon nagy erőt ad nekem, hogy ennyire sokan követik azt, hogy én mit csinálok a karrieremben, és tényleg ennyire szeretnék azt, hogy szebb és szebb eredményeket érjek el, és nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan mögöttem állnak és szurkolnak. Június 28-án indul az első edzőtábor, és egész nyáron érkeznek majd fiatal magyar, román és szlovák asztali teniszezők Nyírbátorba.